Sziasztok! Az eheti részben tovább ismerkedünk a Closed Guard-ral, és hogy onnan milyen technikákat lehet csinálni. Hogyha bármikor kedvet kaptok arra, hogy kipróbáljátok a brazil jiu-jitsut, szeretettel várnak titeket itt Budaörsön. Nézzük meg a mai technikákat, ma két forgatással készültünk nektek. Amikor itt vagyunk alul, összekulcsoltuk a másikat Closed Guard-ba, akkor mint az előző videóban láthattátok, törekedhetünk arra, hogy a másikat valahogy lekopogtassuk valamilyen folytással vagy karfeszítéssel. De az is lehet a célunk, hogy a küzdelmet megforgassuk és alulról fölülre kerüljünk. Nézzük meg a két legegyszerűbb, legbiztonságosabb forgatást. Az első, ez a sit-up sweep, mert fel fogok ülni a forgatás közben. Tegyük fel, hogy az ellenfelemét zárja a hasamat, jó? Ráfogok a kezére, leteszem a szőnyegre. És ahogy elkezd, magamra húzom egy kicsit a lábammal, ahogy elkezd visszamenni, kísérlőt, és följövök teljesen nyújtott tenyérrel, kinyitom a lábam. Ráfogok az ő könyökére, majd elkezdem őt hátrafele tolni a csípőmmel, egészen addig, amíg a térdem le nem ér a földre. Ahogy ez megvolt, innen hátra nézek, elforgatom, és megfordítottam őt, majd stabilizálom a mount pozíciót. Ezzel a pozícióban az előző videósorozatban már megismerkedtünk. Nézzük meg még egyszer, egy kicsit pörgősebben. És elforgat. Ennél a technikánál nagyon fontos, hogy amikor följöttök, nem maradjatok a könyökötökön. Innen nem tudok elég nagyot ütni a csípőmmel, teljesen ki kell nyújtani a kezem. Utána ráfogok a kezére. Itt még nem kezdem meg a forgatást, mert a senye itt még bázisban van, azaz jó az egyensúlya. Arra törekszem, hogy kibillentsem őt az egyensúlyából, és hátrafelé letegyem a térdem. Innen elvesztette az egyensúlyát, én nagyon stabil vagyok, és egyszerűen meg tudom őt. Második forgatás, vagy a jiu-jitsuban úgy hívjuk, hogy sweep, vagy söprés, ez is mountba fog végződni. Egy azonos oldali csuklófogással kezdünk, ráfogunk a másiknak ide a gíjére. A másik kezünkkel, amennyire le csak tudunk, elkapjuk itt a nadrág szárát. Ahogy ez megvolt, ezen az oldalon lelépek, majd a másik lábammal egy kicsit oldalra rugom, miközben lábán kinyitom. Ahogy ez megvolt, és ő billenkért egy súlyából, átemelem a hátát, vagy lekövetem, és szépen megérkezek ismét mount pozícióba. Nézzük meg ezt még egyszer, forduljunk szembe. Megfogom a másiknak a csuklóját. Jó erősen. Jövök, eldőlök oldalra, és fogást keresek a másik nadrág szárára. Ahogy ez megvan, leteszem a lábam, és azzal egyszerre oldalba rúgom egy kicsit, és ettől elveszti az egyensúlyát. Itt kinyitom a lábat, viszem, és felülök. Ahogy ez megvolt, rögtön beakasztom a lábamat, és stabilizálom a mount pozíciót. Hát ebben a részben két forgatás, a sit-up sweep-et és a flower sweep-et néztük meg. Nagyon hasznos, nagyon egyszerű technikák, természetesen ezt is gyakorolni kell. Szeretném megjegyezni, hogyha kezdők vagytok, akkor nyugodtan, bátran menjetek le edzésre, és nem baj, hogyha először nem sikerülnek ezek a technikák. Elkezdeni egy jiu-jitsut, vagy bármilyen új dolgot, ez elég nehéz, elég kiábrándító lehet, hogyha lejöttök, és akár egy nálatok 20 kilóval könnyebb lány is megver, sajnos ilyen előfordul, de ezen mind túl kell lépni, tapasztalatot kell szerezni, és ahogy fejlődtök, egyre jobbak lesznek. Úgyhogy az egót a szőnyegen azt el kell engedni, nyitott szellemmel kell érkezni, úgyhogy várnak titeket és jó gyakorlást, találkozunk a jövő héten. Jó edzést, sziasztok!